Na, érkezik Bencuska és Impike. Szia Bencém, így mondom neked, míg el nem felejtem, arra figyeljünk, hogy ugye két lónak nevet kell adni, és szerintem az fontba megy, mert Angliába kell. Úgyhogy fontom van. Nem kell euró is fontra váltani, szerintem az fontos lesz. Font, font. Ugye ezt majd nézd meg nekem, légy szíves, mert fontba akkor adom, nem euróba. Így van. Ja, ez egy fontos dolog, na meg is érkeztük. Csak azért mondom így videóban, hogy ne felejtsük el. Ugye lónévről van szó, a kicsi túr és az Elzám kanca, most már meg kell csinálnunk jövő héten nekik. Tehát Bencuska és Impike. Mocsár után mehettek is galott! Most jöttek be padikba. Ja. Lányaim elkezdtek zabolni benn, ki van, le van írva, minek, melyik lónak mi kell, ha mika. Úgyhogy el se tévezhetik, hogyha ügyesek. Ja. Ugye Jimmy Two Times, és Kender Zsant az a apai nagyapja. A Labinak is, meg neki is, és érdekes a genetika, örökíthetnek puhalábúságot, Jolly Jet, meg sorolhatnék lovat, és a fejbe is, hogy ez az apuci, nagyapuci örökölt mindkettőben van egy kis gyilosság. És a vér nem válik vízzé, így van. Van egy kis bogára a fülükbe, fejükbe, inkább így mondanám, mindkettőnek. Ja. Ezen a kézen maradunk csak ma. Eddig remek. Ez erőködik, ugye ló mögött, Bencus. De megbeszéltük, hogy szürke megy elő. Jó, Bencuskám, akkor ne felejtsük el, hogy font, mert szerintem font. De lehet, hogy hülyeséget mondok, de mintha úgy rémlene, hogy az ilyen neveket Angliába fizettük ki. Ott van a központ, nem írott. De jó, majd ezt látod, és akkor fölöslegesen ne váltsunk itt, hogyha van fontom. Van bőven, azért elárulok. Bár több lenne. Mocsáron áttrappolunk és indulunk újra Kentrét. Tehát trott. Húz mi? Ilyenkor igen, mérges. Vagy nem akarsz külön menni, Dankus? Engedd el a szürkét! Fordulj egy kört! Igen, általában elől megy. Menjél! Igen, mert húz neki, most mit erőködjön, hogyha nem erőködik majd annyira. Semmi nem történik, csak nem fog ő erőködni, neki se kell erőködni, aztán csókolom. Szürke meg el van így is, úgy is. Igen, Bencuska elő szokott menni, de hát most már főhúzta úgy magát, hogy szerintem sokat nem fogunk segíteni rajta, de hát látjuk. Még egy öt kört kéne menni. Még öt kör, és akkor teljesítettük a haditervet szerintem. 10 kör, 4-4 forint kör. Több is. Anya, innen számolva még öt kör! Innen számolva még öt kör. Öt. Hát lehet, hogy főhúztam annyira magát, de lehet, hogy picit jobb lesz.
Még négy. Az is jó is néz ki. Még négy. Jó is néz ki, te. Eszméletlen. Jó szőrbe, tiszta izom. Extra. Még három. És majd ugyanúgy menjetek haza erdő körül. Jó. Még három. Csillog. Neki még négy, neki három, most. Ja, jó. Olyan, mint a hajó, mint a bencos. Úgy kent rézik, öröm nézni. Még kettő, és akkor egy teljes trappunk lesz. Még kettő is, egy teljes trapp! Anya, neked is kettő lesz már csak igazából, és egy trap teljes kör. Egyet elsumákolunk vele. Nem baj ez. Menne, mind a csataló. Igen, mert utolérni a bencus, hogyha most ez is trappol, úgyhogy nem baj. Három érdet csalunk le, vagy erős felek vész. Mindegy, jó, nem vész. Utcsó kör, drágám, és akkor egy teljes trapp, és erdőkör. Ja, és adjál neki plusz egy zabot, plusz egy árpát. Jó? Azt te add be! Plusz repeta. Utcsó kör, anya, és egyet trappolunk. Jó. Ezt még megvárom, és visszahívom az istálót. Bogiék hívnak, gondolom zabolás ügyben valami. Elakadtak talán. Na, Bencuskám, nagyon szépen dolgozik a cilukád. Öröm nézni, hogy szépen a fejű, és energia, sőt, baszna, a világot, mint egy bodybuilder, olyan a hátulja is, fara is, mindene. Ne felejtsd el, font vagy euró létszik-e. Jó, és jövő héten meg is kell, hogy csináljuk ezt, mert. Legyen nevük. Valamit adunk nekik. M betű és C. Jó! Trappocska itt áttrappoltál, becsap és már mehettek is haza. Tökéletes. Hát utána mehettek haza egy teljes kör trapp. Egy teljes kör trapp, kapu után becsapós, alamezzó erdőn körül, ahol jöttetek. Fölhívom Bogiékat.